Én is így tippeltem volna. Úgyhogy van még hátra rengeteg az ISL Pro League-ből, hát utána meg aztán a döntők is. Úgyhogy lesz csemegő bőven a Magyar Esport TV csatornáján, hogy akit nem akar lemaradni de Foxékról, illetve ezekről a kiváló csapatokról, azok mindenképpen kövessék az ISL alsóvonás Esport UC csatornát, és ha tudtok játékosokról, esetleg barátaitokról, akik kíváncsiak lehetnek erre a mérkőzésre, egész nyugodtan osszátok meg velük, várunk mindenkit szeretettel. Na, Overpass a pálya, egyébként találkoztak már, hát nem is olyan régen, ezen a pályán a csapatok. Akkor, ha jól emlékszem, az a hölgyük nem, bocsánat, akkor még Dignitas néven játszó North. Hát, ha nem is olyan régen, az így október, vagy azért mégiscsak régen. Közben KGMB nagyon szépen magára úszta Magic Boyig, a hölgyikosokat is KGMB pedig oldalba tudta őket lőni zsúrból, vagy hát ki hogy hívja, még születésnapnak is szokták hívni. Úgyhogy úgy, na, megérkezett Ruga is. Az edzője. Hát vagy Luffy, igen, tényleg a Luffy az a leggyorsabb infó talán. Úgyhogy erősen kezd a North, de hát kell is nekik. Szép. Konfig is egy... Ja igen, a játék hangerőre nem kérdeztem még rá, jelezzetek vissza, hogyha az elég hangos, hogy elég jó-e, optimális-e. És Snappy marad egyedül. Egyébként ez is egyfajta dárangadó, hát kivéve, hogy ilyen modi. Ő svéd. Tehát sokat viccelődtünk az IM alatt, hogy hát itt már több mint 50%-os a playoffban a dánok képviselete, aztán valahogy ugye, ja és akkor ugye még Zsokker említette meg, hogy mit is mondta, az nagyon vicces volt, hogy több a, nem, hogy volt? Minden, ugye kiesett a Nip, meg kiesett ugye a Fnatic. Több volt a Nikó. Több volt a Nikó, mint a svéd játékos, igen, mert akkor már csak Modi maradt bent ugye a Heroic-kal, mint svéd. Nikóból viszont volt ugye kettő értelemszerűen. Egyrészt ugye itt van most a Heroic-kal, Valde, Modi, Yugi és Snappy mellett. Na, kitámadnak, igazán agresszívak a CT-k, és már is Nikó bajban. El is hullik igen gyorsan, MSL UMP által visszavonulnak egy kicsikét, most hogy megszerezték ezt a területet. Azért megszenvedtek érte, 28, meg 14 HP KGMB-nél is, úgyhogy még vannak kevláros Tech Nine-ok. Nem mondom, hogy olyan egyszerű lesz ez a kör, hogy ők számára, de viszont vannak füstök. Mindenképp segíthet majd egy jó támadáskor, támadáshoz. Nem vállalták be a kiskávó Dezit. Heroikusok, ezt nagyon gyakran látjuk mostanában. Neki szereti a Dezit. Maradtak a Tech Nine-nál. Igen, hogyha rátartanának ők CT-ként, szerintem úgy érdemes már inkább forszolni, tehát nem 5-7, meg CZ, meg ilyenek. Viszont hogyha még gyorsan akarunk menni, akkor arra tényleg nem nagyon alkalmas, hogy a Tech Nine-nál lehet darálni a Dezertel, meg kevésbé. Na nézzük, indulnak Modék, azonnal kap egy vakítógránátot, azért még így is tudja lőni konfigot, viszont Easy érkezik, és egy gyors hármassal megállítja a támadókat. 2-0. És jön egy teljes eko a Heroic részéről, vagy Heroic, ki hogy hívja. Úgyhogy egy gyanús 3-0 fog érkezni. Egy darab UMP és két darab FAMAS van a Northnál. Pont beszéltük, hogy így nagyjából szinte már minden tekintetben az UMP megelőzi a FAMAS-t statok terén. Hát nem a Northnál. Önálluk még FAMAS meta van. Ja, igen, tényleg egyre kevésebb csapatnál látom a FAMAS-t, és akkor, amit te is mondtál, inkább az UMP. Hát ők igen, mert hopp, Magisk ismét lő egy fejes méghozzá ezúttal Nikónak, úgyhogy megint hátrányból kezdhették a Heroic-osok, de igazából mindegy, mert hát ebben a Echo setben, hát most mit tehetnének szerencsétlenek. Az is csoda lenne, hogyha egyáltalán egy fegyvert el tudnának szedni. Hát helyette 42 HP-t azért előttek Magisk Boyról. 3-0, egy nagyon magabiztos győzelem, hát győzelem, hát messze, hogy még a győzelem, de még egy Freudi elszólás volt, azért lehet, hogy tudat alatt a Northnak szurkolok, azért mondtam, hogy már 3-0-nál meg is van a győzelem. De nincs. Lajoshoz egy 16-0 lett. Semmi esetre sem, tehát azért megmutatták a Heroic-os srácok, hogy igazán erősek tudnak lenni, most itt az Intel Extreme Masters-re gondolok. És én bízom abban, hogy nem fogják a Heroic-nak, vagy akkor a Northnak megkönnyíteni a dolgát. Jelen pillanatban nagyon-nagyon agresszív CT oldalat játszanak. Érdekes, mert ugye Overpass legelején
borzasztóan sokat számított az, hogy te mennyire vagy passzív, és hogy az SSG-vel vagy az AWP-vel mennyi területet tudsz deríteni, és mennyi infód van CT-ként. Hát így lehet a legtöbb infót szerezni, igazuk van, hogyha ennyire előretolt állásból védekeznek. Mindent hal Magnus kis infózik, és a kérdés, hogy tud előni kettőt, nem tud kettőt lőni, közben akad a kameránk, fantasztikus, és a trédek jobban jönnek ki a Northnál, ha már ugye ők kezdték el Magiskát, és ezt így is kell, pont elfordult egyébként MSL, megúszta, de val, de nem, Modi pedig nagyon szépen belörkölt másik lerakúra, és elcsípte Config fejét, viszont elesett a bomba, ott maradt Cajun-nél és MSL-nél. Így már csak meg kell várni, amíg Modi vagy innen, vagy onnan nem környékezi meg a bombát, és így is történt. Megesett, hogy háromkor óta a North az kifut parazva. Nagyon, így van, nagyon pofátlanok. És egyszer is eljátszották. Első pálya, pontosan, ezen kívül még ezen az összecsapáson lesz még egy, majd a következő küzdelem a Phasis az Astralis között lesz, ott is BO2 keretein belül fognak egymással megküzdeni. Hogyha jól emlékszem, Mirage lesz a második map. Igen. Nem vagyok benne biztos. Na lássuk, ismét Technán jut a dán csapatnak. Na de melyiknek? Hát nyilván értelemszerűen ahol a pisztolyok vannak. MSL ki fog nézni röviden, és jó a vakítógránát, micsoda támogató vakítógránátot kapott MSL. Minden egyes kört eddig emberelőnyben tudott kezdeni a North. Ők lőtték az első killt. Az első és az utolsó a legfontosabb gyilkosság. MSL sebzi Nikót. Van info, hogy ott valami van, úgyhogy megy is gyorsan vissza Magisk. Hát itt megint. Az egy szűk, egy choke pointnál így bejönni nehéz, pláne kevés gránáttal, és ezt láthatjuk. Config 4 HP-n. Nem hiszem, hogy el fog hullni. Out of position van Snappy, tehát így és innentől kezdve nem tudod bemenni a többiekkel, mert mire a timingban az ő kvázi pozícióját kellett volna elérni, addig a többiek már meghaltak. Elcsíphetne még egy-két fejet, az nyilván egy reális elvárható lenne Snappy-től. Most már meg kéne egy kicsit gyengíteni azt a bankot, mert a végén már minden körben 10 000 fölött lesznek a nortosok. Na jó, az talán még túlzás. Magiszka jó évről tartott rá, könnyű frag volt neki. Hát Magiszka az nagyon érzi a játékot jelen pillanatban, hogyha jól láthatjuk is. 7-1-1-es statisztikája van. Ő a csapatában is és a szerveren is az abszolút első. És úgy tűnik, hogy Yugi és Wald fej-fej mellett küzdenek a 007-es ügynöki pozícióért. Ugye tudjuk, hogy azért azzal nagyon jó sportkocsik, mindenféle kütyük és hát jobbnál jobb nők járnak, tehát azért abszolút megértem a srácokat, de talán most azért mégiscsak kéne fraget találniuk. Mondjuk így, Wald meg is öli Cajun-t, ez kellett Nikó segítsége is. Végre büntették az agresszivitást a heroikusok. 6. körig kellett erre várni, hát Configot nem tudták megmenteni, ő is teljesen agresszív volt. De ő le tudta lőni Modit. Nekinek kezdeni szaladni ára. Volt elég információ, hogy ez a probléma. Kilőttek egy ember, tudták, hogy minimum egyel kevesebben vannak ott a nortosok. Illetve most már megölték Magixot is. Forognak vissza B-re. Nagyon jó megérzés, egy szem Config lesz B-larakon. Illetve a világ leglassabb forgatását láthatjuk. Ugye ők félnek, tehát nem tudják, hogy ki tudja, lehet, hogy most B-ről megint hátba tolta őket a North. Nem mernek, egyszerűen Volkannak T-kezdőn. És mindenhova benéznek. Itt lett az első kör a heroiknak, és valóban azért 5-0-nál itt, éppen itt az ide, hogy elkezdjék építeni magukat. Van még gránát, bűven, én nagyon nagy bravúr kellene itt a srácoktól, főleg Config-tól, hogy ezt megoldja. Jó ütemben megy ki a vakító gránát, viszont a fejest így sem kerülheti el. Nem messze válaszol, de ez így kevés önmagában, easy marad egyedül. És egyre messze van a bomba, egész biztosan lekerül. És ott fogják oldalba lőni. Oh! Sikerült. Így viszont használt egy AWP-t. Bezanyám. Bezanyám, nagyon fontos lesz az AWP még a közeljövőben. Pénzek így is úgy is lesznek, de hát miért ne spóroljunk, hogyha lehet. Igen, meg elég nagy probléma lehet a heroiknál, kettenél itt csak túl. Tehát, hogyha következő kör viszont bukja a heroik, akkor nem lesz olyan pénzük. Az biztos. És a bombarakástól függ, hogy a következő utáni körben lesz a pénzük. Most nullára a kevés elég gyakran még, mindenkinek. Mondjuk, hogyha másfajta taktikát választ, easy mondjuk az, hogy megpróbálja a kört,
Tehát, és nem is az lett volna a cél, hogy feltétlenül leszedje a bombát, de hogy ott tartsa bent a téket, akár berobbanjanak, akár lelőhessen egyet-kettőt, mert ahogy te is említetted, kihangsúlyozod a bankot, ami nagyon fontos lesz a közeljövőben a téknél. Tehát újra kellett volna vásárolni, és ahogy láthatjuk, nem biztos. A két játékos mod és snapjaki túlélték, 1450 dollárt el lehetett volna tőlük venni. Az azért mégiscsak egy kevlár, meg én nem tudom, pisztoly, vagy gránátok, tehát azért ezek fontos értékek. És a céteknek így is úgy is lett volna, de inkább a biztosra mentézik. Nem messze. Oké, jó. Tehát legalább nem unalmas a meccs, kifutnak a céték. Nem, gyorsan akarják a köröket hozni a nortosok, tehát kifejezetten agresszívak, temperamentumosak, és nem várják meg, amíg a ték kezdeményeznek, és úgy tűnik, hogy ők kitapasztalták azt, hogy bizony ezeket a pozíciókat gyorsabban el tudják érni, mint a ték. Cajun AWP-vel hosszún úgy tartja le a kezdőt, hogy nem tud mit csinálni a hörőik, és ott hagyták a bombát, de innentől kezdve minden tud, minden fontos információja megvan. A Northnak csak rá kell tartania KGB-nek, hát nincs esély a Valdéknak. Nem volt már gránács, amit esetleg bedobjanak, és akkor vakítsák Cajunt. Semmi, 6-1, játszik könnyedséggel, hozza a köröket a North. Az még egy ennyi kifejezés, 1.40-nél MSL az játszott téren volt. Közelebb, tehát többet futott, mint az öt játékos együtt. 15 másodperc alatt. Semmit nem tudtak kezdeni a heroikusok, akik forszolnak, lemekóznak. Két UMP, hát hogyha fegyverekkel nem is került költ hozni, ebből se fog. Valószínűleg, de ne írjuk le a heroikusokat, jó playerek ők is. Talán az első kör, hogy nem volt agresszív most a North, egyedül Magix van kint WC-ben. És ő egyébként viszonylag stabil csapat, annyi kivétele, hogy most februárban ugye szerezték meg Yugit. Tehát ő a legújabb szerzemény a csapatnak egyébként, ők is elég régóta játszanak együtt. De ugyanez igaz a Northra is, bár náluk is van egy új, friss igazolás Easy személyében, előtte Rubinóval játszottak, Rubinóval. Csak hát a teljes dánság miatt ugye kötelező volt a csere, úgymond. MSL kezd a kezdi a duplával, itt röviden. Yugi válaszol. Kettő, szép volt. Beakadhat még, csak egy rossz fele nézi, viszont MSL 4-essel zárja a kört. Jó volt a lurk pozíció is, 7-1, hát ha így folytatják a srácok, akkor a végén még itt a nemzeti 8-1-et is megfigyelhetjük a részeredményként. Fullekon lesznek, szóval valószínűleg fogjuk tekinteni. Na igen. Nincs akkora különbség a két csapat között, mint ami most ezen a napon látszódik. Hát egyenlőre tényleg alázás folyik a pályán a North részéről. Meg config laggol? Config laggol. Elmesel az fut, igen, ezt megszokhattuk. Lehet KDR-ra játszik MSL, úgy van vele. Hát ez a, ez a 14-1, ez elég durva. Jelen ugye pillanatban. Ugye akar lenni, most kell azért KDA is. Nem, azt látom egyébként a Heroicon, hogy borzasztóan egysíkú a játékuk, tehát nem tudnak nagyon-nagyon alapköröket mennek, olyan könnyedén olvassa ezt a North. Pláne a dánok egymás között, hát mindent tudnak egymásról, tehát tényleg kicsit olyan a North, hogy nyitott könyv a Heroic számukra. Config közben valóban laggolt, le is lépett. Timed autót konkrétan. Valami kis technikai probléma van a Northnál. 16.000 dollár van két zsömbinek. Egyébként a 10 jelenlévő játékos közül tippeld meg, hogy kinek van a legjobb ratingje. Most már csak 9 jelenlévő hát, játékos közül. Igen, de most akkor vegyük számításba, vegyük úgy, hogy itt van mind a 10. De messzenek biztos nem. Van egy tipp, mondj egy jó lint, tehát most nem ez alapján a mérkőzés alapján, mert ez kicsit unfair lenne. Nem, mert MSZ-el pont az játékos, akinek pont néztem, hogy ilyen iszonyat rossz statisztikája van. Tehát van azt hiszem 7 player, aki átlépte az 1000 meccset HT-orgon. Mindenki pluszosban van, és akkor MSZ-el egy ilyen mínusz 1000-es kill halálarányban. Hát, vagy Cajun, Magix is nagyon jó volt mostanában. Valamelyik a kettő közül. Legyen Cajun. Akkor előm a point. Yugi. Yugi? Bizony. 1,15-ös ratingje van. Jó, itt azért csalók ez a dolog, mert amikor bekerül egy viszonylag, és most nyilván a Heroic fanok meg fognak kövezni, de most egy viszonylag jó csapatban egy
egy olyan játékos, aki mondjuk előtte Dead Fox is nagyon sokáig vezette egyébként a ratinget a HR-en, aztán azóta Stiko azt hiszem átvette ezt tőle. Pontosan azért, mert nyilván azokon a meccseken, amik korábban jegyzett a HLTV, nem voltak olyan erős ellenfelei mondjuk Dead Foxéknak, korábbi csapataival, Barbarékkal például, vagy Flashékkel, mint egyébként a csapattársainak. Na, ilyen egyszerű egyébként most, tehát ebből a szempontból egyébként vigyázni kell ezekkel a statisztikákkal. Úgyhogy Jugi. A válasz Jugi, de hát majd ez úgyis alakul. Hát egy ilyen lebontás, hogy statisztikában egy tier 1, tier 2, tier 3 és alja csapatok ellen, tier 3 alatti csapatok ellen, így külön lebontva. Igen, csak ugye amikor kidobja a player highlightot, tehát ugye például a HLTV, akkor nyilván ezeket, tehát ezeket nem így veszi számításba szerintem. Ja, csak ugye a HLTV-nek van egy bázisa, szóval ott meg tudnák oldani, hogyha tehát technikájuk lenne rá, hogy megoldják, csak nem oldották még meg. Tényleg, amit mondtál. Na mindegy, hogy egy, nem tudom, egy Fnatic ellen kell játszanod, vagy egy Exodus mostanában egy hirtelen kikugrott be a nevem, de ők is nagyon törekednek fel, ügyes csapat lesz belőlük is. Igen. Én majdnem a Space Soldiers mondtam, de ők kifejezetten erősek. Igen. Tehát így hirtelen nem tudunk tier 3 alatti tímet mondani, azért kemény. Hát ez a Planet Key Dynamics, ami régen ilyen volt a németek között, de azt hiszem az sincs már, nem tudom, követem a német. Hát ellenük meg neten játszani. Tier 2, solid tier 2 tím. Na nézzük, hogy hogy áll az Overpass a Northnál. Ugye az a probléma, itt is elég kevés játszott meccs van, meg hát ugye itt az új line-upoknál mindig rezetelődik. Egyébként mind a két csapat viszonylag erős overpass, hogy ahogy nézem legalábbis. Igen, Heroic-nak több mint 50%-os win rátája van. Hát ugye most 10 mérkőzésből 8-at nyert, meg a North 2-t veszített, azért ez is elég jó. Csak ugye itt ez még nem elég nagy elemű minta. Hát annyi, hogy az mondjuk beszédes, hogy egyébként ebben a szezonban már az Astralis a dánok legjobbjét, tehát a világ legjobb csapatát overpasszon megverte a North 16-4-re. Tehát csak ennyire erősek ezen a pályán a Northosok. Csak ennyire. Úgy összességében jó pályájuk a dánoknak az overpass. Mind így van. Érzi, unatkozik. Heroic is pedig a G2-t verte meg, szintén overpasszon. Hát jó, de őket ki nem most. Én fú, te... Ez most itt akkor elmondom. Mert sokan kérdezték már, de valahogy sosem nyílt alkalmam nyilatkozni erről a French Super Teamről. Tehát én nem tudom, tehát... Annyira vicces, hogy mindig megpróbálják a franciák összeválogatni a szerintük legjobb csapatot, de skillben, tudod. És mindig rosszabbak lesznek, mint az a csapat, azok a csapatok, akiktől forgatnak, ugye? Tehát szerintem az MVS most egyébként viccen kívül jobb, mint a G2, tehát és ez nagyon vicces. De hát ugye Ocelot, a G2-nak a feje, egykori League of Legends játékos, és amúgy is ugye a G2 ugye LOL-ból nőtte ki magát, tehát azt mondta, hogy hát muszáj összehozni sokszor, muszáj volt megszerezni ezeket a játékosokat, összehozni ezeket a játékosokat, mint Shox és Kenny, mert hát ez olyan, mint a Barcelona Messi-e és a Real Ronaldo-ja, ugye? Real Madrid Ronaldo, és így elképzelhetetlen, hogy két ekkora játékos egy csapatban játszani, és ő mégiscsak kalap alá hozta. Na és most ez, de nagyobb a hype egyébként, az a gond, hogy eddig sokat nem mutattak magukból. Úgyhogy furcsa. Furcsa, hogy ez miért van így. Hát majd idővel kiderül. Legfeljebb majd oszlanak. Hamarosan. Most lejutott a Dallasba, vagy Kievbe, nem tudom, ahova Dead Foxek is lejutottak, azt mondom a G2. Ennyit meg tudtak mutatni. Uh-huh. És pont, eddig. Itt az első szériában, amit most néztek, hát itt tök utolsók. Ezt egyszerre mondtuk, úgyhogy biztos igaz. Ézének kéne valami csodát tennie közben, megérkezett a segítségre két zsambi. Füst miatt nem lehet ő semmit. Izzy nagyon okosan nem nézett ki. Most mondjuk ez kicsit elsiette, lekerül a bomba. 3v2-es ritték érkezik, hát belmeszel, és nem az tudja igen. Átbalőni egyiket sem. 15 HP-val éri túl Yugi, ezért ez elég nagy szerencse, hogy még egy golyó nem akad be véletlenül sem. Vannak diffuse kitek, és van még egy füst Yuginál, de itt most T oldalon annyira nem fogja hasznát venni annak a gránátnak.
pisztolya fog menni két zsambi, az LVP-nek szintén, LVP-vel szintén nem lesz így most jó a visszafoglalás. Nagyon szép Easy-től, hát Yugi 15 HP-val ezt így nem lehet megcsinálni. Úgyhogy ez egy 9-1 szép volt a riték. És úgy tűnik, hogy Snappy-nek nagyon nem adja most a játék. Igazából az egész csapatnak nem adja, mert 5, 4, 3, 2. Na egy kije lenne Snappy-nek akkor még, és úgy beállnának csökkenő sorrendben, az lenne az igazi. Na. Gyors mérás. Áróiktól. Na jó, megindultak. Most végre ők lesznek gyorsak. Igen, ez egy hosszú rás mind az öten. Nem viszik túlzásba. Konfig pozícióját már tudják, és megint ugyanúgy kifejlik, mint pár körrel ezelőtt. Pozíciót kéne váltani a Dán játékosnak. Val és megtalál egyet, nem is került lelőni elveszelt. Kiegyenlődött a helyzet. Az a gránát nagyon fáj, Ézi szerzett egy gránátot, Fregett magának, Ézi szerzett még egyet. Innentől kezdve bukott kör gyakorlatilag a Heroic számára. 3v1. Snappy a pozícióját tudják, amúgy miatt nem tud bemenni, illetve gyújtógránát miatt. És az a kérdés, hogy Cajun-B fogja lelőni, vagy Ézi. Én Cajun-re tippelek. Mindenki tegye meg a saját tipjét. Na, Snappy ebben a körben kettőt ölt. Én egyet mondtam neki, duplán teljesítette az adagot, és még nem is ért véget a kör. Bombája ugye nincsen, és valószínűleg nem is lesz. Itt másodpercek kérdése, hogy elhújjon. Jó. Hát tényleg... Hát most Peppil azért szurkolunk, hogy ne szúrják meg Snappy-t. Ilyen flash-ek után. Igen, mondjuk nem kerül semmelyik játékos, mert neki lenne a legnagyobb esélye. Itt szemből talán nem szúrják meg. Meg az AK-val mégiscsak félni lehet az AK-tól, csak Snappy-től nem. 10-1! Az igazság, hogy lehet, hogy ez a napi szintű kompetitív játék, tehát úgy értem, hogy most naponta kell játszani, vagy két naponta kell játszani a csapatoknak egy-egy ilyen ESL Pro League mérkőzést, közben ugye vannak más ligákban is mérkőzések, tehát biztos megterhelő. Csak olyan furcsa, hogy egyik nap az egyik csapatot ilyen beast módban látom játszani, másik nap meg totál le vannak eresztve. Nyilván nem lehet minden nap ugyanazt az eredményt hozni. Illetve hát ezt is az Astralis meghazudtolja, mert ugye ők a Team Consistence, tehát hogy ők konzisztens csapatnak számítanak, általában hozzák a dolgokat, de hát látjátok, ők is képesek voltak overpasszon ettől a North-tól kikapni 16-4-re. Ha ennyi mérkőzés van, nem tudott tartani folyton ugyanazt a formát, ez egész biztos. És erre láthatjuk, ez is egy nagyon jó példát, hogy azért a Heroic-tól mégiscsak várnánk egynél több kört, de egyelőre nem érkezett meg, viszont emberelőnyben vannak, itt lehet a lehetőség van, gránát is bőven, Cajun viszont jól sejtette, nagyon jó helyen nézett, és mintha pont az ugró Yugi-ra tartott rá, csal, hát tuti csal, nézzétek meg, viszont ugye van két pozí is, amit elárultak a nortosok, viszont lehet menni ára. Lássuk, hogy itt Config mit tud kezdeni az AVP-vel, ott egy quickscope még előtte, és benne is a harmadik, ami pedig egy fejes. Szép volt Config-tól, megfogta rövidet, berántott őket, csupa skill shot volt, szép. Ezt így kell csinálni. Good job. Érkezik a másik oldalon is egy VP Yugi-nál. Nem VP, nem VP Mouse jön ezután, hanem Astralis Phase. Igen, az IM Katowice döntő visszavágolja online BO2-ben. Azt is mi közvetítettük, és a következő visszavágót is, hát Isten is így akarja ezt, hogy mi láthassuk elsőként a Phase és az Astralis összecsapását. Config. Nikó, nem látta meg Magix-ot, érdekes. Megnézzük Nikó pozícióját. Már nincsenek, de ugye itt voltak a füst mögött egy toronyban a North játékosait Luffy-nál. Azóta visszafutottak a North játékosai, de hát megint agresszívan kezdték a kört. És nem futott ki MSL játszott érig. Sőt, egész meglepő MSL-t ilyen pozícióba látni, hát teljesen hátul áll. Mondjuk kilométer hiánya van, tehát A-ról visszafutott B-re, és megy előre B-n. Nagyon jó a support flash, ingyen kill volt neki. Annyira magabiztosan tartott oda, mintha tényleg tudta volna az információt, hogy ott fog állni egy modi. Szép. Yugi rátartott, és így Config nem tudott mit kezdeni ezzel. Az egyébként most már tényleg elég bátran néznek ki a srácok. Tehát nem is csodálom, 11-1-nél, igen. 10 körös differenciánál azt gondolom, hogy az se lenne meglepő, hogyha pisztolyokkal vagy
késekkel rohangálnának a pályán, mondjuk azt amúgy is látjuk, amikor futni szeretnének a játékosok. Na hát ismét egy ember előny. Lézi esetleg ezen változtathatna. Nem tovább. Hát ez előtte, Snappy 10 HP-ra. Van bőven gránát a Northnál. Tehát lehetne visszafoglalni, hiszen Diffuse kit is van. Magisk és Cajun. Cajun már ott volt az előző visszafoglalásnál is. Lássuk, hogy most bevállalja az AVP-vel a dolgot. Szép, Yugi 1v. Bocsánat, Cajun 1v3-ban marad. Hát itt nem nincs idő abszolút. Úgyhogy második körét lehozza a Heroic. És ha jót akarnak maguknak, akkor a maradékat is megoldják valahogy. És akkor 11-4-nél nem túl jó, de legalább az Astralis szintjét már megütötték. Nem tudom, kin volt az autókamera, de Ezinél volt ilyen nagyon szép mini megmozdulás. Egyrészt testtel levett, szó szerint testtel levett egy molót. Tehát leblokkolt, és nem sikerült az egyik molóját jól dobni a Heroicnak. Úgyhogy nem sikerült kimolóznunk egy pozíciót. Utána pedig tudta, hogy valaki tartani fogja a bombarakó játékost, előre lelőtt dildóra. Kilőtt az ott lévő játékost, és nem engedte el a gombot, mert tudta, hogy a rakó játékos is ki fog ránézni. Úgy lőtte le 10 HP-re a modit, talán, vagy valamilyen fogalmam sincs kicsorát. Tehát így szépen csinált kb. Mindent Ezi, de sajnos nem érte se kört nekik. És megbosszulta magát az agresszivitás dupla, illetve mire kimondom triple ember hátrányban a North. Inkor van az, hogy kicsit elszáll a fejük, tudod, kinézegetnek szépen így egyesével, mindenféle flash füst nélkül egyszerűen tényleg aimba le akarják hozni a meccset, és megbosszulhatja ez magát, tehát 14-4-re feljöhet a Heroic, és mehetnek az előnyösebb oldalra. Ki tudja, hány meccset láttunk már 11-4-ről visszahozni, rengeteget. Ez így van. Sőt, mostanában elég gyakori az ilyen iszonyat nagy comeback. Katowicén is volt nem egy, már ezen az első ligán is közvetítettem nem egy ilyen comebacket. 2v5. Én nem hiszem egyébként, hogy ez a comeback meg lesz. Igen, jó példákat hoztál, de... Tehát most azt látom, hogy túlságosan is győzni akarnak. Igen, én sem hiszek benne, de benne van. Meg lehet Ezinek hal. Megmentette Snappy-t. Ez anyám. Hoppá, Yugikám! Yugikám! Mi volt az? Az egy dolog, hogy én látom X-re ilyen keresztül. Hát ez jó volt. Jó, hát nyilván előfordulnak az ilyen vicces pillanatok. Hát így sem volt jó. Így sem volt, így sincsen. Azért még nullában van a srác, tehát azért annyira nem tolja pofátna a dolgokat, MS-szel ellenben 17, tehát ő is rontott. Tehát legutóbb még 14-1-be volt, amikor ránéztünk. Tehát azóta 3-at ölt és 3-szor halt meg. Hát mi van? Úgy tűnik, hogy ő is most kicsit alábbadott. Lényeg, utolsó köre következik az első fél időnek. Ha North lehozza, akkor borzasztóan közel kerülnek a győzelemhez, mert az alapkörökkel, alapiskolakörökkel már nem fogják befejezni, de vészesen közel kerülnek a győzelemhez. Muszáj lesz a Heroicnak ezt a kört lehozni. Yugi ki fog nézni hosszúra. Aha. Hát milyen infója lehetett Yuginak arról a Magisk Boyról? Jó, szép volt. Tehát bármilyen infója is volt erről, bármelyik csapattársa, egy orákulum, az mindenképpen megköszönheti neki Yugi. Ugyanis emberölönyhöz jutotta a csapatát. Ez az a CT-knek nem túl jó hír, főleg, hogy meg kell osztani az erejüket, és még mindig van ugye álljátékos MSL személyében, aki most az egyik legflegerősebb játékos, hogy 3-5 így fognak szembenézni egymással. És megint ugyanabból a pozícióból jönnek. Hát ez többször nem jött már be azért a Heroicnak, lehet, hogy most mégis. Ezi 2, nagyon szép. Harmadik már nem jött be, és Snappy elcsípi a kerülő lörkölő MS-et. Cajun marad egyedül. Akit viszont elcsíp Snappy. Így 11-4-jel folytathatják játékot overpasszon. No, hát ez azért összekapták magukat. Volt itt 11-1, nem? Igen, hát igen, tehát szép, hogyha 11-4-nél, tehát 4 hozott körnél azt mondjuk, hogy összekapták magukat. Ez jellemzi a meccset azért.
Jó, hát de az utolsó három költ a zsinórba hozták, de azért az sem semmi. Én ilyen apró dolgoknak is örülni kell, ki tudja, hogy heroic fan van itt. Vagy hát Yugi fan, főleg egy ilyen növést látva, hát ez, azt mondanák, hogy hát ez embertelen ez a srác. A következő Mati, ugye. 11-4. Jó. Addig én is megnézem, hogy mi lesz majd a következő pálya, ami elméletben ugye 20-10-kor kezdődik, de hát nyilván az előző, tehát a mérkőzéstől is függőben van, függ, hogy most akkor előbb el tudjuk-e kezdeni, vagy csak később. Hát, hogyha így folytatja North, akkor inkább előbb. És ugye ne felejtjétek, hogy 21 órától pedig Phase Astralis van, tehát ma jó sokáig itt leszünk, egész este Csígó, a Magyar Esport TV csatornán, úgyhogy egész nyugodtan, ha még most letoltak egy MM-et, később még ideértek, most ezzel nem arra buzítok bárkit is, hogy elmenjen, hanem hogyha esetleg ismer olyat, aki most játszik, de érdekelhetné őt ez a meccs, a következő, akkor szóljatok neki, és csatlakozzatok, és nézzük együtt ezeket a meccset, tanuljunk, mert mégiscsak a legjobb, legjobbjait láthatjuk, Nikót például a következő körbe, Phase Nikót majd, az Astralist. Igen, Nikót most is láthatunk. Ja, most Nikó most is van, nem pont az a Nikó, hogy is mondják, ez Nemecsek Nikó, tehát ő a kicsi betűvel írott Nikó. Na hát akkor match is live, de szép feature-ök vannak. Kezdődjék akkor a második fél a North és a Heroic között, itt Overpasson az ESL Pro League 5. szezonjában. Nem lepődnék meg, hogy egy gyors kört csinálna a North, hát hogyha CT-ben nagyon agresszívak voltak, akkor T-ben sem álljanak és üljenek és kempeljenek. Viszont a Heroic is nagyon agresszív, nézd meg, négyen tolták ki Luffy-t. Oda néz, mindenkit elhúz, egyébként nem a Snap körbe kapják. Hiába rengeteg időt nyert a csapatának, és csak Snap és ő is távolról. Nem veszel sok infót szerzett ezzel, bemennek az üres B-re. Így. A North-osok. Úgyhogy valamiért meglett az entry, de hát vissza lehet ritékelni ezt a rakót. Nem így, ez kellett Yugitól a refrag. Cajun Beat is vissza tudják lőni, ez nem olyan rossz a Heroic részére. 2-2 van dev, valakinél volt dev, nem náluk az élő játékosoknál, de össze tudják kukázni a hullától. Rácsörget Val, de nem akarják összekukázni, és 10-szekes nincs dev, az valószínűleg nem lesz Val, de 1v1. Tudja Magix, hogy nincs dev, nem kell sietnia, de ehhez képest meg is sietett. Igen, az volt a probléma, hogy már kilépett a fedezékből, de még nem ért be a másik fedezékbe, és az a lehető legrosszabb pozíció volt, pont egy ilyen midrange távolságból, az USP-nek kedvezett minden. Hát, unlucky. Ugye lelőtt három embert, szóval a három emberből azon a szinten legalább egy leinfoszta, hogy azon az emberen nincs dev. És ehhez képest meg is sietett a North utolsó játékos, hát ez megbosszulta magát. Igen, ez biztos, amit mondasz, az tök jogos, valószínűleg egy kommunikációs hiba lehetett valamelyik játékos, vagy inkább egyik sem adhatott el ehhez hasonló információt Magisnak, meg alapból nem nézett volna ki. Csak így. Igen, mondjuk mi van akkor, hogyha... Nem most tényleg próbálok más opciót. Próbálom mentegetni, de nem lehet mentegetni a Northot. Ezt elhibázták, de hát előfordul, nincs probléma. Bőven vezetnek, még mindig 6 kör a differencia. Viszont legalább a Heroic lehozta hogy az első kört, ami mindenképpen egy biztosíték arra, hogy további köröket láthassunk tőlük. Modi öli meg Aze-t. A bombát lerakták, úgyhogy a következő körben meg amúgy is vásárolhatnak majd a Northosok. Hát úgy tűnik, hogy frag az nem lesz, sem bomba letétel. Hát bomba sem. Nem alkott valami nagyon durvát meg X-Boy. Így 1v5-ben az egyszerűen P2 ott van, de legalább szép ez a P2 ott van. Yugi valószínűleg be fogja fejezni a kört másodperceken belül. Köszönöm Yugi, hogy igazoltál. 11-6, de ez már zsinórba a 3-4-5. Köre a Heroic-nak. Tehát egy kis mini comeback. Érik a 16-11. A Heroic-nak, természetesen.
Hát ez a... ettől a körtől is fog majd függni. Ugyanis most fegyveres körön vannak a srácok. Okák. Füstök mindenkinél értelemszerűen. Vakitóból már nincsenek így eleresztve. De azt mondom, hogy ez így mégiscsak elegendő lehet. Hát egy picit zónázósabb, lassabb kört csinálnak, akkor kiugraszthatnak néhány gránátot Heroic-tól. A Yugi pedig füst fölött csípte el Cajun-t. Fú, hát ez szép volt mindenképpen. Ez a meglátás. Egyikrészt csinálta Cajun is az előző fél időben. Tehát nem csinál most más jelen pillanatban Heroic, mint a North. Jól adaptálódnak a helyzethez. 3 smoke-kal, most nagyon ütik, hogy B felé fordulnak vissza, nem akarnak Yugival szembenézni. Igen, itt egy darab val és egy darab snappy lesz. Snappy. Lesz ez útjúban. Ez a könnyebb rakó, mind a kettőnél mind a kettőnél UMP van, illetve nem. Valdénél van az SMM4. Valde lesz az első kontakt, illetve Snappy. Snappy meghalt, Valde is. Hát ézik bement B-re. Szó szerint, tehát mindenkinek fejes lőtt, de nem tudtak lőni egyáltalán. Borzasztó, hogy volt a angle, vagy mi az a fok, ahogy tartotta a szög. Modi közben egyébként társával már megölték MSL-t. Hú, észbe vannak, folytatja. Hát Ézi az nem tud megállni. Ő most egy agysebészt játszik jelen pillanatban. Magiskot pedig kizónázzák a gyújtóval, Ézi hullik el. Aki a körnek a agysebésze volt, és hát viszont nehéz dolga lesz a Magisk, nem tudja, nincs információ arról, hogy mi a helyzet. Érkezik egy smoke. És Yugi, megmenti a kört számára. Hát ki hitte volna. Yugi valóban villám reflexekkel jelentkezik, rendelkezik a fiatalember. Fú. Hát ez jönnek vissza a srácok. Ez jó hír a Heroic fanoknak, és rossz a nortosoknak. Mert hogy a 8. kör az most biztosítva lesz számukra. Ha csak nem csinál valami nagy dolgot Easy és MSL azzal a Desert Eagle-el, vagy Config esetleg. Most azon gondolkozom, hogy Cajun az AWP-re együtt, vagy akár nem akartak semmiképpen sem legalább egy gránátot venni. Egy füstöt, hogy hát a füstben le lehet tenni a bombát. Szerintem vagy... inkább AWP valami kezdeni akarnak Yugival. Lávon találja Configot, másodikat miszeli, ez a gránát, ez nem halálos lesz, nem? 6 HP-val éli túl Config. Ez már nem is olyan minikámbek, Yugi-t oldalba tudják lőni, meg is történt MSL révén. Most kicsit könnyelműbb volt Yugi. Szép volt, és ilyenkor jön, hogy egyébként most viccen kívül jól egy smoke. Most nem tudnak mit csinálni a srácok, át kell gázolniuk a füstön, és ez egyértelműen nagyon sokat jelent a Heroic-nak. 8-11, és pontosan Cajun jól számolt, nagyon jól számolt, nem vehetett smoke-ot az előző körben, ugyanis most ebben a körben akarta megvenni ezt a szettjét a nagy kevlárral, az AVP-vel és a vakítógránáttal, és ahogy Joker is említette, szükség van arra az AVP-re, hogy valamit kezdeni tudjanak, vissza tudják lőni Yugit, mert nagyon sokszor az elmúlt körökben szerzi az entry-ket, visszáphúzódik, és nem tudják lelőni sehogy sem. Még most pont, mert kilőtték egyébként Desert Eagle-el, így jó volt a Crossfire, de egyébként vele még lehet gond a továbbiakban, úgyhogy nagyon... Amúgy megálltam úgyis egy nagyon jó AVP-szető pálya, ez az Overpass. Már WC-knél vannak a srácok. Yugikám, mindenre lő, ami él és mozog. Majd MSL elvégez. Cajun most lőhetni oldalba Nikót, nem is Nikót, hanem Yugit. Hát Yugi az most nem képes veszíteni, párbajt úgy néz ki. Szemtől szembeni párbajt. Yugi. Harmadik kill. Immáron. Jó. Jól csinálja. Konfigék pedig közben visszacsorogtak bérem. Illetve hát ő már igen, társa még nem. Easy. Nem lehetetlen a helyzet. Csak ahhoz most itt a... hát igen. Wild egy jó pozícióból várhatta az ellenfelét. Easynek pedig nem sikerül visszalőni, épp hogy el tudott surranni Wild 18 HP-val.
innentől kezdve meg jobbról is, balról is, nagyon nehéz ez. Így van, nem, ez sejthető volt, hogy ezt nem oldja meg. Easy 9-11, Bush did this, és hát mit mondhatnánk, jön fel a heroik, és pontosan erre vártunk. Kicsit izgalmasabbá tegyék a játékot. Hát ez már sinorban 8. hozott körük, szóval... Ez amit mondtam, azért könnyen el lehet játszani ez a lényedet, hogyha ennyire agresszívan csak úgy mész előre, legyen vége, majd a imbal lelőjük őket, és hát... mégse lövöd le őket a imban. Nekem van egy ötletem, én lehet, hogy csak Yugit fogom nézni, mert egyszerűen egy új szintjét mutatja meg nekünk az AWP-nek. Igen, tehát... MSZ-et majdnem elcsíptek, közben egyébként Snappy az, aki duplán lő, de én akkor is Yugit fogom nézni ebben a körben is, és a következő körökben is. Tanulni akarok. Úgy tűnik, hogy most nem fog fregre akadni ebben a körben, úgyhogy muszáj lesz visszaváltanom Cajunre, úgyhogy Yugi sokkal-sokkal izgalmasabb lett volna. Na mindegy. Neki vannak még gránátjai. Voltak gránátjai, nem dobta el őket. Úgy próbált meg besúnyogni, egyébként gyakran működik, hogy hát gyakran olyan nagyon nem, javítom magamat. Néha szokott működni ez a gránátok nélküli befutás, még akár fegyveres körbe is, mert nem számítanak arra, hogy uramisten, 1.35 van és ezek már itt vannak, vagy 1.32 és ezek itt vannak, mi a fene? Mindig felkészültem, hogy először jönnek a gránátok, ugye? De ez a full paraszt, ez főleg ugye Mirázs átámadáskor működik a legjobban tékén, de hát nyilván más pályákon is adott esetben működhet. Hát Yugi itt kicsit belelőtt falba, a config volt, nem adta be neki, ellenben confignak igen, jó volt ez a spray, és Nico azonnal válaszol, 10-11. Jön fel a heroik. Akkor mondani, igen. Jön fel Team Yugi a North ellen. Pedig nem is jó az első, nem Vald. A pontok, ugye látjuk mennyit számítanak a pontok. És a meccs szüneteltetve van. Na ez vajon miért lett? Miért kérték ki ezt a szünetet? Ez a kérdés. Ez a kérdés, válasszatok. Taktikai. Megnézem a csoportot, mert ott néha szokott azért info lenni erről, hogy a játékosok miért is kértek ki. Tactical Pause North. Na, aha. Jól tippelek. Hát igen, egyébként rájuk fél, tehát Zsinoro 2, 4, 6, 9 kört hozott a North. Bocsánat, nem a North a heroik, és hát feljöhet X-re 11-1-ről. Nem tévedtél sokat, mert ennél akkor biztosat mondtál volna, azt mondod, hogy a dánok. Igen. Dánok és modi. Na hát nem tartott sokáig ez az időkérés. Reméljük, hogy... Hát a North fanok reméljék, hogy... érni is fog valamit. Ez a most egy force van a Northnál, szóval... 11-11-re feljött a heroik, most nagyon nagy esélyük van rá. Iskevó, nulla gránát szinte. Pár füstből kéne kört nyerni a Northnak. És igen, ebből egy gyors kört kell csinálni, az lehet csak effektív. Modi nem áll, közel érzik, hogy csak kis pisztolyék vannak a Northosoknak, és hát ugye az közelre effektív. Hát távolról is tudták szedni Modit. Valde szétít két féget is elcsított, és van bombája. Nem ezt elrohan előre. Ajaj, Valde, megvan a harmadik is, meg lesz a negyedik bizony. Le tud észelni talán Valde, jól érzi, hova kell nézni, a rövidre tart. Levett egy üres AK-t. És Valde megvan az ész. Kellett hozzá Valde, de 11-11-re feljött a heroik. Bezanyám. És már is 11-4-es. Ezért ezt nem hittem volna. Elhant. Hát figyelj, bekololtam a 16-11-et. Igen, azt mondtad, hogy az lesz a végeredmény. Na de kinek? Tegnap bekololtam, hogy az utolsó kört meg fogja nyerni a Hellraiser, meg pár nyertékbukták szituációt is. Hát, ha ezt eltelem, akkor megyek veszek egy lottót szünetben, töltök egyet. De eurósat, ez az euró jackpotosat. Persze, hát ilyen szar 1 milliárd forintot. Jaja, kinek kell, az fúj. Az már amúgy is rajta van a bahamáki offshore számlámon. Na jó van, hát ember hátrányban ismét a North, de korán.
Ráadásul kettő sem bár hátrány, szóval abszolút megint egy heroik kör eddig. Modi túl tudta élni 40 darab HP-vel ezt a találkozást. Nort nem mer bemenni, jó hosszú, ez terelésnek iszonyat gyenge, be nem mennek, és hát elfogytak a gránátjaik, két füst, egy moló, két flash. Ebből kéne valahova bemenniük. Visszamennek rövidre. Nem terelnek, nem forgatnak át B-re, inkább elmennek csak másik irányból. Ez a flash teljesen le is fogja őket buktatni. Nagyon erős pozíciók vannak. Valdét boostolják, hogyha jól látom, igen, boostolják Trucknál, Yugi tartja VP-vel WC-t, úgyhogy ez... Azt kell mondani, hogy teljesen hozhatatlan kör, Valdot New Age-t le fog lőni. Meg is történt, van bombája 30 szek, 12-11 heroiknak. Yugi nagyon megtátosodott. Hát ez így van. Nincs ilyen statisztika, illetve e-boton rá tudnánk nézni. De, de szerintem a nyert körökben minimum két fregett fixen lő. Igen, meg ugye az meg még inkább, mondjuk az egy nagyon nehezen mérhető statisztika, de hogy ugye megöli azt a játékost, aki ezt ugye főleg, ezt nagyon ritkán ugye látjuk azért, tehát média vav, hogy megmentette ezt meg azt. Tehát hogy fontos, tehát azt akarom mondani, hogy fontos fregeket is lő el, tehát nem csak úgy exitelget, hanem kezdi a killeket, olyan játékos tölő meg, aki megölni az egyik társát, stb. Tehát tényleg... Na közben egyébként úgy tűnik, hogy hát nem megállíthatatlanul, de azért mégis csak erőteljesen tör előre a North WC-kből, toaletekből, és most kicsit megálltak magiszkék, és Snappy azonnal le is támadja őket. Config még felveszi egy elhullott társának AK-ját, de ez kevés lesz. És Yugi várja, hogy kisétáljon a füstből. És megint ott van ez 2K, ugye? Igen. Tele minden nyert körbe kettőt fixen feregel Yugi. És fontos fregeket, ahogy kiemelted. 13-11-3 körre a Dream. Mármint én már nagyon szurkolok ennek 16-11-nek. Jöjjön be a jóslatom. Nem hittél nekem, de tényleg nagyon egyszerűen el lehet adni ezt az előnyt, hogyha csak úgy mész előre és unalomból fregelni akarsz, hogy legyen már vége a meccsnek. Igen, csak szerintem a Northnál nem ez van, hanem konkrétan nem tudnak mit kezdeni Yugival. Tehát én most nem már tényleg nem tudnak, de ugye az elején volt pár olyan kör 11-4-nél, vagy 11-1-nél, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy jó, haladjunk, menjünk már, lőjük le őket, mennék kajálni, vagy nem tudom, valamit akarsz csinálni, csak haladjunk gyorsan. Hát igen, ez benne most... van. Most meg már tényleg egyszerűen nem tudnak mit kezdeni Yugival és a társaival. Nehéz komoly, nem is az eredmény, hanem nehéz úgy komolyan venni ugye egy 11-1-et, hogyha azt láttad, hogy minden körben viszonylag egyszerűen 3-4 embered is éli túl. Aztán most nagyon fordult a világ egy fél idő alatt a North-tal. Azt lehet mondani, hogy szívhatják a fogukat rendesen, mert nem tudnak most mit kezdeni. Tehát olyan, hogyha mást ültettek volna a játékra, oké, 11-1, és akkor mindenki az unokatesóját vagy a kis húgát beülteti a gép elé, hogy játszon egy picit a gyerek. Kávé egy ilyen érzésem van, akkor a különbség van a két fél idő között. Nico pozíciója megbosszulhatja magát, hogyha egy flash-sel kiszorítják őt, vagy Yugit valamelyiket. Yugi egy wildpeak-re is tud freget lőni. Ott az entry megint Yugitól. És hát ugye nem kell kiemelni, hogy a entry elég fontos freg. És hát 30 sek van, de a North az elképzelése sincs, hogy hova menjen. Most kezd kirajzolódni, hogy oké, ebből egy B-kör lesz, de 30 seknél fognak oda befutni, szóval nincsen idejük például egy bombát elveszíteni. Jó a boost, Snappy boostja, lebuktatták egyből, a bomba még mindig nem ért be rakóra, át kell menni Snappy-nalhoz. Jó a flash, oké, beért a bomba, legalább az le fog kerülni 4v4-ben. Hoppá, mégsem. 15 sek van hátra, valakinek mennie kell a bombáért. Szeknél fog lekerülni. És hát ugye tudják, hogy egy ember ott van rakon. A heroikosok. Nico és Modi Modit majdnem lelőtték. 2v3, na meg lehet az első köre a Northnak. 2v2, ezt csak nem fogja innen elbukni a North. Ugye mindig tudják, hogy egy játékos itt kell lenni rakó környékén. Konfigot nem sikerült lelőni a Nikónak, és a 20 HP és Modi sem tud csodát tenni innen. Hát config 4K-val, de megmentette a kört a Northnak, és megvan az első körük. Úgyhogy 16-11 már nem lesz. Rip Dream. Na igen. Itt van végre az első kör a Northnak. A tizedik körben, a második fél időben, tehát mondhatjuk azt is, hogy a 25-ben. És most kezdetét veszi a 26. kör. Mind a két felállás teljes szettel, úgyhogy fegyverekben, gránátokban nem lesz hiány. Ahogy AWP-ben sem, ugyanis mind a két kiválóságnál ott van
az AVP. Hát nagyon, ott egy nagyon kis boost Nikóval és Jugival. És pont kapniák a gyújtógránátot, illetve a molotovat az arcukba. Jugit megmentette Heroic Nikót, az, hogy megölt MSL-t. Na hát ezek a fontos skill-ek. Mert itt gyakorlatilag nem csak egy killt lőtt, hanem hát ugye hát igen, most nagyon egyértelmű leszek, meg is mentette egy társat, aki még esetleg ölhet a körben, vagy csinálhat valami nagyon hasznos dolgot. Így kezdődött az előző kör is, tehát dettó így. Snappy lőtt egy, bocsánat, Jugi lőtt egyet, majd pedig a Northból valaki kiszenvedte azt a kört. Hát jelen pillanatban is így kellene, hogy legyen. Kettő játékos van bén, hogyha gyorsan bemennének pontosan, akkor ez most még jó lehetne a North számára. Még csak most eszmélet fel erre a Heroic, hogy uramisten, ebből egy B-támadás van, és ott Jézusom, milyen jó pozíció van, Wild egy freget tud lőni, Config visszalövi 1v2-ben, Magisk és Config maradnak Nikó, Modi, Jugi, Snappy ellenében. Mit tudnak tenni? Ez borzasztóan kritikus kör a számukra, a Nyersbux után biztos, hogy nem lesz pénzük. Szép! Modi halott! Kettő játékos is jönni fog rövidről. Kibász mindenképp meg kéne ölni, viszont a bombát rakó játékos vagy csörgető játékos elesik, úgyhogy 1v3-ban Config ezúttal nem tud csodát tenni. 14-2-re módosul az állás, és hát láthatjátok a pénzeiket, drága nézők. Nagyon nehéz helyzetben vannak. Kérdés, hogy rá akarnak-e venni? Talán az időkérés az, ami igazából segíthetne rajtuk, hogy ezt átbeszéljék. Nincs rá idő, úgyhogy veszik, amit tudnak. Galil, AK, Tech9. Ilyenkor el szokták elengedni 15 körig az államfelt, inkább rávesznek. Kiemelted Valde pozícióját, egyébként egy freget tudott onnan eladni, abban a pozícióban minimum 2, de inkább 3 freg benne volt. Nem játszotta meg jól. De hát nem is az, csak akkor már ugye ott volt vízben egy játékos, és egész egyszerűen oldalba tudták lőni, tehát most ez inkább unlucky, de önmagában az, hogy már amúgy egy vert helyzetből tudott fregelni, az is jó volt, de igen, egyetértek, tehát alapvetően az egy meglepő és nagyon erős pozíció volt, ahogy felugrott füst fölött, és ott Sighton tudott fregelni. Na, de ne is az előző körrel foglalkozunk, hanem csak is kizárólag a jelennel és a jövővel. Ugyanis meg azért, mert Nikót hallja, hogy igen, itt van egy játékos Ézi szemében, hát most már, hogy lő Ézi, látja is. Vagy hát fixen érzi, hogy ott van egy játékos. Keres, mennyire tud terelni Ézi. Bombaért most szalad vissza még csak két csana. És B fele fog menni azzal a bombával, bizony. Ez egy B kör lesz, lurkerkedik közben majd valamit Ézi, amit próbál makettozni. És többiek befutnak, fog futni B-re. Meghalt az egyetlen B-védő. Nagyon szép volt a boost configéktől, és menni kell be, ugye ők nem tudják, hogy nincs pep, senki bén az égvilágon, a nortosok. Hamarosan ez világos lesz tőlük, átért Valde közben, sajnos a nort részére, átértek ketten is B-re. Mori is tud fregelni, visszalők egyből Valde, nem látta meg őt Ézi, le fog kerülni a bomba. Valde nem tud fregelni, nem várta meg a társit, ez kicsit buta volt tőle. Kajon lelőtte Nikóz is közben, na meg lehet a force-ból a kör. Kicsit most ezt a hero is siett el, Kajon nem várta meg a társait. Bocsánat, Valde nem várta meg a társait, nyilván nem Kajon. Aztán még Nikó vagy Modi volt, aki teljesen fölöslegesen nézett ki. Szóval ők is úgy adtuk elő, hogy kispisztolyok vannak elünk, nézzük le és lőjük le őket, nem várták meg egymást. Tehát ugye ez a legszebb, amikor lelőnek téged, de egyből ott van egy társ, hogy rifegeljen. De most senkinek nem volt társ, hogy rifegelje őt. És ez miatt alakult ki ez a 3v1, természetesen Jugi menti a fegyverét. Meg hát Jugi sem tudott fregelni, ugye az is kell mostanában a Heroicnak. Hát az mondjuk rájött a Nort, hogy nem kellene oda menni, hogy Jugi van, és ez ugye főleg az állerakó. Hosszú per WC-k egy része, azt nagyon szereti Jugi. Ez mindenképpen egy jó meglátás egyébként. És nagyon jó poziban volt Config, tehát az, hogy boost-on szépen ki tudta szedni. Tehát ez először is volt ugye egy terelés, valami fajta fék. Modi elindult visszafelé, kapta a fejest, nyilván volt valamiféle infók róla, hogy vagy csak ő maradt, vagy maximum egy játékossal kell benne megküzdeni. Bementek, lerakták, és onnantól kezdve a helyzeti előnyük volt, jól csinálták. Én ezt elfelejtettem kiemelni, annyira gyönyörű volt, hogy Modi ugye hosszút nézte. Dobtak egy flash-t, kettőt, elmeszel. Meglátja a rövidest is, meglátja a rövidest is, mindjárt fejezem, mondandom.
Valdét nem is került lelőni, de ez a két frag nagyon szép volt, és kapja Valde is falon ezt az áldást. Azt hittem, hogy tovább fogja tolni a vakítóval, de végül mégsem. Easy. Tehát amikor futsz pozíciót cseréltek. Igen. Igen, és egy T-várott. Az egy kicsit meglepő. Hát Easy infozza, hogy üres az ágy, gyertek oda. Hamarosan meg fog érkezni a társa is. Úgyhogy 14-14-re van egy olyan érzésem, fel fog jönni a Heroic, ugye tudja, vagy bocsánat, no, tudja a Heroic, hogy ez egy A-kör, de hát nem indulnak, elmenteni akarják a fegyvert, mivel három fegyvert még rá tudnak forszolni. Szóval azért akarják kimenteni a kettőt. Tehát ez egy 14-14 lesz, befejezve a mondandómat. Modit úgy forszolták ki a pozíciójából, hogy hosszún dobtak két flash-t. Ugye mivel Modi egyedül volt B-n, vissza akart húzódni CT fele, hogy onnan fregeljen, és a társit megvárja. De Config ott volt a fél úton, és fél úton lelőtte őt. Tehát Config ott volt, és fél úton a visszazáró Modit le tudta lőni, tehát teljesen tudatosan forszolták ki Modit a pozíciójából. Nagyon szépen csinálta a Heroic. Nem a Heroic. A North. Sok a Dán. Túl sok a Dán valóban. Dán most uralomban. Most már egyel kevesebb. Így azonban már egyszerűen tudnak ráforszolni. Valdinak mindenképpen túl kéne élni a kört. És őt túl is fogja, a világ végén van mindenki hozzá képest. Hát nézzük, Valde tud dobni egy fegyvert, Yugi rá tud venni, Snappy rá tud venni, és akkor ott a végig forszol egy kis pisztolyt. Vagyis hát az utolsó játékos forszol egy kis pisztolyt. Valószínűleg ez lesz. Igen, M4, M4, LVP. Az érdekes, hogy... Tehát a Heroic pedig arra nem jön rá, hogy most már nem tudom, hanyadik köre, folyamatosan ugye B-re támad a North, ott szerzik a killeket és a pontokat is, és lehet, hogy egy kicsit át kellene helyezni Yugit, vagy tök mindegy, picit rendezni kéne a B védelmet. Mert ára nem nagyon mennek a srácok, ahogy láthatjuk, tehát... És ugye továbbra is... Most már azt lehet mondani, hogy négyen védik D-t. És el is csípik Magiskot. Wow, ott azért rendesen széttúrták őket. Csak túlélik. Megint megvan az emberelőny. Amikor emberelőnnyel tudtak kezdeni, akkor sem nyertek mindig kört a rékosok. Tehát ez még nem készpénz a 15. körükre. Mindenképp előny. Szép! Nikótól, Jézusom! Feldobta őt szépen a társa, és Easy meg, oh, azt mi, hogy láthat Nikó, milyen pozí az, ahonnan lő. Szép munka volt, ugye feldobta szekrényre őt, Snappy, és már is 3v5-ben. Fú, de nehéz dolgok lesz ez így. Config. Főleg így, hogy Config meg fog halni. Hát azért egy nehezen ment mondani, szerintem egyébként meglepő volt, és gondolj bele, hogy úgy kúszott fel rá Cajun, hogy egyszer csak ott van egy test. Igen, hát lehet, meglepte biztosan. Azt hittem, hogy kill sem fog szerezni a North ebben a körben, de végül azért Modi meghalt. Egy összejött nekik. És nincsen döntetlen, drága nézők, tehát mindenképp meg kell nyerni ezt a pályát, hogyha 15-15 lesz, akkor hosszabbítás következik, ha nem, akkor pedig overpass-t elvitte a Heroic. Nézzük, Yugi. Ó, oh, elcsíp Easy lábát. 17 HP-ra lövi Dáni játékost. Mert ugye ezzel nem mondtam új infót. Na jó, most már elég lesz a dános viccekből, mert most már túlzás. És ah! Csak elcsípi jött Nikó. Hát ezt így kellett. Ha már egyszer 17 HP-ra lőttük, akkor legyen meg az előny. MS-szel tud válaszolni. Van ott még egy Snappy. Ki, hát őszintén szóval azt se tudta, hogy mire lőjön. Három játékos a cél keresztjébe volt. Így inkább nem lőtt le senkit. Tehát az volt a biztos. Valde, a lehet, az első meg van neki, de ez nem elég. Config. Így szerez magának egy fregát. Hát ez egy overtime lesz. Yugi hát meg na várjál, Yugi még játékban van, Desert Eagle-lel, gránátok, mindene valami Grand csak lehet. És innen már tudják a pozícióját is. Hogy honnan fog érkezni, rá fog tartani mind a három játékos, és Configbe fogja fejezni nem a segítőséggel a kör. Ó, szép lövés, még ne mondjunk le róla, még ez a vakitogránát még jelenthet valamit. Desert Eagle nem tölt újra a fiatal ember. Négy golyó is elég lesz, vagy inkább AK-val fog menni. Igen, AK-val fog menni, és
Szép a fejlővés, viszont Magisk. Bizony, 9 HP-ra lőtte, de hát Magisknak egyértelműen a helyzeti előnye volt, hiszen azonnal kilépett, amikor mielőtt társa meghalt volna, de hát 9 HP-val túlélni, Jézusom. Yugi nagyon akarta ezt a kört, meg akart istenülni. De végül... játszott, egyébként tudtam mind a két játékos pozícióját, rátartottam a szára, és egyből húzta rövidre a célkeresztet. Na, hát, tehát körülbelül volt ilyen 3 millisekundum ideje oda húzni a célkeresztet rövidre. Jól sikerült neki, tehát eltalált a játékos, de nem volt annyira pontos, hogy meg tudja ölni. Hát klasszis megoldás lett volna, hogyha még azt is el tudja lőni, vagyis pontosabban le tudja lőni. Úgyhogy lesz egy MR3-as, szerintem az MR3-as hosszabbítás lesz, ugye az 10 kárt jelent, és... Igen, MR3, hogyha valami legyen. 3-3 kör mind a két oldalon, és 4-et kell nyerni. Hogy elhozd a pályát. Vannak Facebookon, most érkezettek be kérdések, hogy van-e a közvetítés, úgy tűnik, hogy... Nem sikerült még feliratkozni, tehát követni a csatornát, mert hát, hogyha követnétek, drága nézők, akkor automatikusan kapnátok üzenetet. Válaszok is a fiatal embernek gyorsan. Jó. Akkor folytatódjék tehát a mérkőzés, méghozzá hosszabbítása. Nem hittük volna, hogy ez lesz. Kezdetben. G2 verte 2-0-ra a VP-t. Wow. Az mondjuk egy érdekes, eléggé meglepő eredmény. Hát ez az. Ez az. 1-80 volt eddig a G2, mondjuk még nem frissítették az eredményeit. Mert most néztem legutóbb is, akkor még nem volt ott. Hát, hogyha nemrég ért véget a mérkőzés, akkor még ez nem is csoda. Na, elsők, hogy mit választ a North? Átválasztja, itt viszont Snappy várhatja őket Nikóval egyetemben. Nem eszel hullik el, azonnal érkezik a válasz Easy-től. Duplán ráadásul Snappy is elhullik. 4 HP-nk Agent. Hát, igen, tehát addig ne halljon meg Cage-en, amíg azt a füstöt nem dobja el. Egyébként még bőven lehet idejük vissza is forgatni, azért az a B támadás sokkal jobban ment. Így őszinték legyünk, mint a támadás, és egyébként az kifejezetten jó, hogy a North kezdhet atakban, illetve T oldalon, támadó oldalon. Mert eddig is bennük volt, 15 kört lejátszottak, most meg ugye folytathatják ezt a dolgot. Hát ez ugyanígy igaz a heroikra is, ők is most védtek 15 körre, úgyhogy hát ezek a nagy életigazságok mind a két oldalnak. Na és egyébként Magisk pedig előkapja az egyik régi fegyverét, hát réginek, úgy régi, régen láttam már, az SG-553-at. Működik egyébként, mert elég jó. Hát erősnek erős fegyver egyébként, valóban. Wild válaszol, duplán, és a harmadikra is húzta volna, Magiszki gyorsabb volt, és Yugi marad játékban. Akinek hát sietni kellene. A heroikot. Hát abszolút nem, hát az előbb az 1v3-at majdnem lehozta. Most éppen, hogy csak... Cage van. Éppen, hogy csak bele kell kicsit lehelni a Cage-enbe, hogy belelőni a lábujjába. Na. Hez innen ugye 1000 pozíciót kell körülbelül letartani, ahol lehet heroik, North-os játékos. És mind a ketten egyszerre ugyanonnan fognak kinézni, illetve nézd meg Magisztot, hogy felbusztolták oda. Szép. Nem is került előni, 4 HP. Valószínűleg van infoja arról, hogy Cage-en 0-os nem vált Dezire, illetve USP-re. És Cage-en jó ütemben érsz ki. Úgyhogy 4 HP-val, de kört hozott a Cage-en B. Hát előbb 7 HP-val hozott kört Magix, most 4 HP-val Cage-en. Szerencse most a North oldalánál. Mhm, az egész biztos. Ugye említettük, hogy az MR3-as hosszabbításban 4 kört kell hozni, tehát 19. nyert körnél nyerik a pályát. Yugi két ember között lő el. Fú, pedig hogyha duplát lő, akkor kvázi meg is nyerhette volna a csapatának ezt a második kört.
így pedig csak információkat szerzett, de hát hogy láthattuk, hogy milyen gyorsan forgat a North, és mennyivel jobban szeretik a B támadást. Magis, tűnik, hogy ezzel a fegyverrel kifejezetten erős. Konfig is vált fog találkozni. Konfig nyeri meg ezt a párbajt, hát ilyen erős, hát ezért jó az AK, láthatjuk, drága nézők. Csopán egy golyónak kell betalálni, és az is fejre bőven elég lesz. Modi jön-e társa után. Jó a spray control-tól, spray control konfiktól. Meghal Modi. 2-4-re. 2-4-re. És ára mennek. Itt pedig várni fogja őket. Sok szeretettel, Jugi. Nézzük. Cajun. Fragálnia. Igen, ő ugye ez elég érdekes, hogy zoomolva nézett már ki, viszont Cajunnek meg csak egy pontot kellett tartania. Juginak meg hát, megint csak, hogy említetted, sok fele kellett volna néznie. Második kör is megvan a Northnak. És nyom egy tabot, nézzük a pénzeket. Hát mindenképpen tartania kell Nikónak azt a fegyvert. Igen, és hát, Modi tud venni valamit, de többiek nem. Tehát még csak Nikó sem fog dobni semmit, egy famasz maximum. Szóval ilyen két famasz, egy M4, két kis pisztoly, szerűséggel fognak játszani. Most a Heroic-nál írtam, nem tudom, hogy famasz vagy UMP-t vettek, a UMP rémlet, szóval mondjuk akkor két UMP, egy M4, meg két kis pisztoly. Hogyha Nikó elmenti ezt a fegyvert, de rohannak rá a dánok, illetve Modi. Dehogy, Modi nem rohan rá. Csapattárs azért nem, csak a dánok rohantak rá. Nem sikerült elmenteni a fegyvert, úgyhogy M4 sem lesz, a két UMP megvan, amit mondtam. És így M4 helyett egy kis pisztoly. Bocsánat, egy UMP. Három UMP, két kis pisztoly, ez nem sok. Egyébként ez jó, ez a KP kis pisztoly az est, tehát nem tudom, a Desert Eagle-t azért, meg a CZ-t is. Ez nem kodos ez a KP. Igen, igen, így félve merem kis pisztolynak nevezni, olyan mordályok, hallod, úgy átütnek. Főleg a Nikó kezében, meg a fézes játékosok kezében aztán őrületesek. Úgyhogy nem tudom, tehát ez a Cségó, ez arról híres, hogy itt borzasztó erősek a pisztolyok és a force körök is elég gyakran végződnek. Ez azért egy kicsit a jobb, mert nem tudom, egy pontot ott néztél, de ugye, hogyha ott leosztod az első kört, illetve buktad az első kört, utána kettőt ekosztál. Tehát, hogy olyan, hogy 2-1 vagy 1-1 jön, nagyon ritkán volt egy pont, 6-ból 3-0, meg szerintem így 90% van. Most legalább vannak olyanok, hogy force kört le lehet hozni. Na igen. Ez a nézőknek mindenképp jobb. Magix tartotta a kis fegyverét, és fregált is vele. Fregel is vele. Új meta. Minden körben. Magisk egyébként is szereti ezt a fegyvert. Tehát neki ez egy ilyen sajátossága. Konfigot kapják most el Snappy-ék. Utára húzott két CT-t. Így viszont be tudnak menni. Áll a kóra, srácok. Jó ütemben nézett ki Nikó. Egy az egyért trédelt. Ézi jó ütemben nézett ki. Úgyhogy a bomba lekerül 3v2-ben. Összekukáztak egy AK-t a heroikosok. Tehát valamilyen kis felszerelésük van, de nincs def, nincs füst, nincs flash, semmiük nincs az AK-n meg az UMP-n kívül. Ebből nem hiszem, hogy kört fognak hozni, Valdét le fogják lőni, nagyon egyszerű frag volt nekik, és jól nézett ki, Snappy-re is érzi. 18-15, egy darab kört kell lehozni a Northnak. Hát, megnyeretik a meccset. 11-1 után ez nekik annyira nem jó hír, hogy még mindig játszanak, de megnyerhetik. 3 pont, 3 pont. Egy overtime-ban nyersz, vagy 11-1-re. Illetve 11-1-re nem fogsz nyerni, 16-1-re nyerhetsz. Mm-hmm. Hát úgy tűnik, hogy CT, azt tényleg is tudtuk, de egy ennyire. Most ez a két csapat, ez bizonyítja be. Mondjuk a hosszabbításban igazán erős volt a North, T oldalon. Jól is csinálták összességében, mert nem, teljesen kétségek között hagyták a CT-ket, jók voltak a forgatások, nem volt egyértelmű az, hogy mikor hova mennek. De akkor miért nem sikerült nekik megcsinálni ezt a rendes játékidőbe téből? Hát ez baromi jó kérdés. Figyelj, ha ezt tudnám, akkor lehet, hogy már nem itt ülnék, hanem valamelyik csapatnak a kócsa lennék, jó pénzért. Ott lenni a spektőrben. Így, így. Hát vannak ezek a kérdések, amin nézők is elgondolkodhatnak. Belettél volna az év magyar kócsa. Ja. Igen. Django. Az év magyar Django-ja. Nos. Egyetlen egy körre a North az első pályagyőzelemtől. Ne felejtjétek, hogy ezután még lesz egy mirázs. Tehát
ez a két csapat még bőven fog egymással megküzdeni, időben is, meg még pont számban is. Nagyon-nagyon kritikus azért most ez a kör, mert a Heroic az most életéért játszik minden egyes körben. Minden egyes megmozdulás, minden egyes golyó, amit kilőnek, az szignifikánsan befolyásolhatja az ő... De tényleg ezek a falon át lövegetések, és amikor a CT-k lövik vissza, ez a legjobb dolog a világon, és aztán csodálkoznak, hogy ez volt a T-k azok, hát ebben a helyzetben sokkal több helyen állhatnak. Nagyon ritkán van, amikor a CT-k szerintem visszafele lövik őket. Jók a vakitók is, konfig nem tud mit kezdeni az érkezőkkel, 4 HP nem eszel, hát ő is valószínűleg fog halni nagyon könnyen, de azért a biztonság kedvéért fejbe lövi őt Modi, úgyhogy Magisk és Cajun-nek amellett kell döntenie. Ugye ez az új AVP, ez a kicsit ilyen Suicide Squad-os, nem? De jól néz ki, azt nem is láttam, de tetszik. Magyarul lázálom, de teljesen a Suicide Squad film, az öngyilkos osztag jut eszembe, ugye a DC eresztése erről a színezékről, na mindegy. Nekem a Google fordító jut erről eszembe. Igen. Hát Fever Dream, hát legyen lázálom végül is. Lehetnének azért kreatívabbak a fordítók. Tehát tényleg néha egy-két neven így a egyszerűen Ctrl-C, Ctrl-V Google-be és amit kidob az menjen. Szép nyelv ez a magyar, lehet ilyen szép neveket kitalálni, amik ugyanazt jelentik, csak nem egy az egybe ugyanazt, tehát nem tükörfordításban. De mi a baj a lázálommal? Hát... kimondani, főleg. Hát így... szerinted nincs el akkora gond, láttam már rosszabbat. Vagy a... van az a sárgás Galil. Fú... De mindig jobb, mint a, az assist, neve? Az a megerősített ölés, tehát... De miért? Hát az assist, az magyarul is van, hogy asszisztál. Hát igen, assist. De akkor miért fordítjuk le megerősített ölésnek? Tehát amikor ezt megláttam, voltak régen tőle ezek a... questek, vagy missionok az operationokban, hogy megerősített ölés írtam, nem tudom, hogy ez mi halált jelent, mit kell csinálnom. Na ez az. Ja, és a mondat fele meg angolul volt, szóval segített sokat. Magyar-angol. Én ezt mi is néha csinálunk ilyet, amikor gyorsan akarunk infózni, nyilván az azonnali az angol, ami így eszünkbe jut, mert maga a játék is nyilván angol, és akkor utána pedig hopp, mi is csak magyar kommentár, és akkor úgy befejezzük szép ékes magyarossággal, de azért volt benne egy-két angol kifejezés, hát ez ilyen. A Nikó hány ember fog hátba lőni? Egyet minimum. Öt. De még azért a társát is hátba lőtte, Jézusom! Na hát ebből a pozícióból. Rengeteg benne volt ebben a pozícióban, amit ott hagyott Nikó. Hát például az is, hogy megnyeri a csapatának, helyette viszont elveszíti, de mondjuk nem mondjunk le róla, hát Yugi még játékban van, hát Yugi pedig ismerjük, ő egy beast. Hát ebben minimum kettőt hátba kellett volna, hát két ember hátba, csak az egyik csapattársa volt. Jó, Istenem. Nem eszel nullos végül is, 2v3 nem hozhatatlan ez a Heroicnak. Nem eszel, hogyha itt gyorsan ki tudják kapni az agresszív pozíciójában, de meglát egy árnyékot, Yugit előre lelövi. És Modit is meglátta. Tudják az infót, talán egy gránát, szépen játszotta meg MSL 4K. Hát Nikó